Történetünk 2011-ben kezdődik. Szerbia megnyerte a Sánkhái világbajnokságot, augusztusban pedig Szolnokra érkezett a friss aranyérmes Živko Gocic. Mellette döntöttünk, én azt gondolom, hogy nem bántuk meg. Egy igazi mozgató ereje lett a csapatnak, egy mindenki elfogadta, mindenkivel jobba volt, nagyon jó teljesítményt nyújtott azon a poszton, amire nekünk kellett akkor. A klub ekkor rakta le a később Bajnokok Ligáját nyert csapat alapjait. Az én az első edzésen láttam a munkamorálja milyen, a mérkőzésekhez való hozzáállása milyen. Tehát ő egy irányító típusú ember volt, maximálisan meg lehetett benne bízni, nem csak a vízilabdában, az élet minden területén. Szerintem az első perctől kezdve lehetett rajta látni. Az akkor 31 éves játékos érkezésével egy 11 éves korszak kezdődött a szolnoki vízilabdázás történetében. Azért is elfogadtam a szolnoki ajánlatot, mert mondtak, többször is említettek azt, hogy évről évre erősebb csapatot akarnak építeni ide, és miért nem megpróbálni minden fronton nagyon jó szerepelni. Magyar bajnokságban, magyar kupában és Európában is. Úgyhogy azért is nagyon érdekes volt az egész, és tényleg úgy történt, ahogy elmeséltek az elején, ahogy mondtak az elején, hogy évről évre megpróbálunk egy kicsivel megerősödni, és az sikerült is. A Gocic éra első évében még nem fért a dobogóra a csapat, de érezhető, hogy a fokozatos építkezés kifizetődő lesz. Én az alázatot mondanám. Igen, ő nem ez a típusú játékos volt, ahogy elmondtad, az, aki 3-5 gólokat lő egy mérkőzésen, viszont az a játékos volt, aki adta a ritmust a csapatnak, igazából mondhatom, ő volt a csapat motorja. Ő építette fel az egész támadást, ő ért fel leghamarabb a támadással. Azt mondom, Magyarországon, de nem csak Magyarországon, a világszínvonalban is az egyik legjobb védőjátékos volt. Nagyon sokat lehetett tőle tanulni, igazából ugye én ezen a poszton is játszottam, mint ő. Ezek mind hozzátették azt, hogy ő ilyen világsztár lett. Zsile közbenjárásával olyan minőségi külföldiek érkeztek, akikben kódolva volt a siker. Én azt gondolom, hogy a külföldiek közül, akik a hosszú éveken keresztül itt játszottak, a legkellemesebb benyomást keltette, nem véletlenül lehetett ő itt az edző a későbbiek során, mert ő volt az az ember, aki azonnal, amikor megérkezett ide, elkezdett magyarul tanulni. Ugye ez nagyon ritka dolog, ez egy nagyon nehéz nyelv. Ő megérkezett, beiratkozott nyelvtanfolyamra, és nagyon-nagyon rövid időn belül már a mi anyanyelvünkön megértette magát. Igazából ez nagyon szimpatikus volt, és nagyon fontos volt, és úgy gondoltuk mi is, hogy hosszabb távra gondolkozunk vele kapcsolatban. Kis Gábor, Milan Aleksic, Nagy Viktor is hosszú és eredményes szezonokat húzott le Szolnokon, az állandóságot azonban Zsile képviselte. Hát valahogy úgy sikerült, hogy én mindig itt maradtam. Lehet azért volt úgy, mert ugye jobbkezesként, rossz kézen játszani azért nem egy könnyű dolog, és nem egy látványos dolog. Egy nézőnek, aki nem ért vízilabdához, soha nem jön eszébe, vagy nem szembetűn az, hogy rossz kézen, hogy ki játszik, mennyi gólpaszt ad, meg hogy védekezik, meg milyen gyorsan úszik, hanem mindig az, hogy kilőtt legszebb gólját, meg mit tudom én, hogy ki az, aki tényleg világsztár. Azért mondom ezt, mert ugye voltak kerestek engem ezek a hát 7 év, vagy hány év játékosként, igen, kerestek a másik klubok, de én mindig azt hittem, hogy tényleg itt kell maradnom, és tényleg itt kell ezt a procedúrát, ezt a folyamatot befejezni, és jó is sikerült. 2014 mind a klub, mind főszereplőm szempontjából fontos év. A csapat 1986 után újra magyar kupát nyer. Zsile magyar állampolgárságot kap. A bajnokságot ekkor még az Eger nyeri.
Ugyanebben az évben új erőléti edző érkezik a klubhoz. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a játékosok nagy része mindenki szeret kondizni. Tehát, ha meg kellene kérdezni, hogy az úszás vagy a konditermi edzést választanák, azt gondolom, hogy a 90% a konditermi edzést választaná. Ez Zsilénél is így volt. Hát és azt vettem észre, hogy ezek a srácok, mint ahogy Zsile is, azért értek el oda, ahova, mert tudták, hogy mi szükséges nekik, soha nem kell őket nógatni. Szorgalmas, elhivatott sportolóként ismertem meg. Könnyű volt vele dolgozni, és szerettem is. 2015-ben a bajnokságban is eljön az áttörés, 51 évvel a legutóbbi siker után újra a magyar bajnok a Szolnok. Lehetsz te nagyon jó játékos, és lehetsz te nem annyira jó játékos, de fontos leszel a saját vagy bizonyos válogatottnak, de ha nem a top szintű csapatban játszol, szerepelsz, akkor ugye csökken az esély erre hogy kiutazol és válogatott tag legyél, úgyhogy azért is nagyon hálás vagyok a klubnak, mert itt, amíg én játszottam, sőt, utána is edzőként, itt mindig nagyon kemény és nagyon jó csapat volt, és azért is egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen vice versa volt, mert emiatt is ugye jó csapatban szerepeltem, jó is szerepeltem, mondhatom, hogy csapatkapitány is voltam jó sokáig, és az jó volt a szerb válogatottnak is, a szerb válogatott kapitánynak is, mert tudta, hogy évközben jó kezekben vagyok, és nagyon rendesen és komolyan dolgozunk itt, nagyon komoly munka folyik, úgyhogy ez így összességében nagyon jó sikerült az egész. 2016-ban magyar bajnok és kupagyőztes a csapat, a szerb válogatott pedig megnyeri a riói olimpiát. A szerb válogatottban is ő volt a csapatkapitány, az sem véletlen, de az, hogy idejött Magyarországra és két éven belül megtanult magyarul, az szerintem annyira elfogadtatta magát a többiekkel, meg annyira elfogadtatta magát a közvéleménnyel, hogy ez így nagyon megkönnyítette ezt a helyzetet neki. Emellett nagyon jól bánik az emberekkel, ami nagyon fontos, de hát ugye ezt nem csak a csapattársai és sportolók mondják, hanem igazából aki beszélt vele, aki interjút készített vele, a média, mindenki nagy csak pozitív dolgokat tud róla mondani, és azt gondolom, hogy ezt tette azzá az emberrel, aki most ő, és ezáltal mindenki el tudta így fogadni, hogy ő lesz a csapatkapitánya. 2017-re a klub készen áll a legmagasabb csúcsok elérésére. A Duna Arena a Bajnokok Ligája hatos döntőjével nyit, és a fináléban a Szolnoki Dózsa legyőzi a Juk Dubrovnikot. Vitathatatlanul a világ legjobb csapata. Egy évvel később Genovában nem sikerül a címvédés, az 5. helyen végez a Szolnoki Dózsa. Bár egy év még van a játékosként kötött szerződéséből, Zsivko Gocics lesz a csapat vezetőedzője. Mi abszolút alkalmasnak tartottuk arra, hogy vezetőedző legyen itt, és azt gondolom, hogy az élet igazolta is őt, tehát meg azt a mi döntésünket, hogy jól döntöttünk vele kapcsolatban. Nem volt egyszerű mondjuk meggyőzni arról, hogy most már válassza az edzői pályát, ne pedig a játékos pályát futását folytassa. Én azt gondolom, hogy ő se bánta meg, nagyon jó csapatot kapott itt. Itt a játékosok egy más stílust hozott be, mint ami mondjuk, hogy úgy veszem a magyar stílus. Egy egész más felkészülések voltak, ami azt gondolom, hogy nagyon jót tett a magyaroknak is. Éles váltás, és egyáltalán nem kockázatmentes. Érdekes váltás volt. Egyébként örültem neki, amikor Zsile lett az edző, és mondta, hogy szeretné, hogyha a csapatnál maradjak. Kíváncsian vártam az együtt töltött munkát. Én nagyon szerettem, nyilván ez az egész teljesen barátságám mélyült el. Azt gondolom, hogy a napjaim legtöbb részét Zsilével és Zotyóval töltöm. Edzések, nyilván az edzések tartása alatt is, és magánemberként is. A másik segítő közelebb már nem is lehetne, Hangai Zoltán lesz az új szakvezető jobb keze. Egyszerre kerülnek a partra. Láttam rajta, hogy nem az, hogy fél ettől a szituációtól, hanem hogy nem
nem tudja 100%-osan az elején még, hogy kell neki ez, hogy edző legyen. Aztán ahogy teltek a napok, még nem telt el a nyár, akkor már lehetett rajta látni, hogy ő ezt 100%-osan így akarja, és 100%-os motiváltsággal fog beleállni. A rizikófaktorok ellenére az átmenet zökkenőmentes. A belgrádi Final 8-on találkoztunk Milan Aleksiccsal, és erről beszéltünk, és kicsit visszaemlékeztünk ezekről a szituációkra, és ő mondta, én nem tudtam, de ő mondta, hogy az első 3-4 hónapot azért én sem tudtam kezelni nagyon ezt a szituációt, most ezt az új helyzetet, viszont mondta ő, hogy nagyon hamar már túl lettem rajta, én is, meg a csapat is, és már december környéke már nem is volt olyan se nálam, nem látszott se a csapaton, hogy itt van valami, bármiféle probléma, mivel ugye tényleg addig, mármint szeptemberig, vagyis május-júniusig játszottunk együtt, júliusban elkezdtünk felkészülés, úgyhogy már én itt voltam a medencepárton, és én mondtam, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy furcsa is volt, de nem is, és azt mondanom kell, hogy azért a játékosok is nagyon-nagyon partnerek voltak ebben. Az új szakmai stáb az új csapattal bronzérmet szerez a magyar bajnokságban. Egy nagyon munkás edző, tehát igazából nagyon-nagyon sokat foglalkozott azokon a napokon az utánpótláskorú játékosokkal, akik, mikor nem volt például a felnőtt csapatnak edző, azok a 5 fiú le kellett, hogy jöjjön, egyéni képzéseket tartott. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy vezető ember elégedett lehet valakivel, akkor ő mindenképpen ott van, akivel elégedett. A 2020-as szezont elviszi a Covid, viszont a rákövetkezendő esztendő megint a szolnoki. Újabb bajnoki cím, ezzel Zsile az első külföldi edző, aki aranyérmet nyer a magyar bajnokságban. És megvan az egyetlen hiányzó trófea is, Eurókupa győztes a csapat. Zsilének minden a vízilabdáról szól, 24/7. Érdekes, hogy amikor most vége lett a bajnokságnak, minden délőtt lejövünk az uszodába, együtt sportolunk, és már itt találtam az öltözőbe, és elmélyedve ült az öltözőbe a mágnes táblával, és húzogatta rajta a bábukat, és Zsilem, mit csinálsz? Hát most kitaláltam egy 6-6 elleni új védekezést. Most lett vége 3 napja a bajnokságnak, kicsit pihenjél. 2022-re megszületik a döntés, játékosként 7, edzőként 4 szolnokon töltött szezon után eljött a váltás ideje. Igazából én azt így nem nagyon akarom elfogadni, hogy a Zsile elmegy, mert én azt gondolom, hogy egy olyan barátság alakult ki köztünk, egy olyan őszinte viszony, hogy ezt én nem fogom tudni elengedni, és szerintem mondhatom ezt az ő nevében is, tehát ezért még talán fel se fogtam. Az, hogy milyen lesz nélküle dolgozni edzőként, abban meg még nem akarok belegondolni, majd ráérek majd augusztusban, amikor majd elkezdődik a történet. De biztos egy nagyon nagy hiányérzet lesz bennem, hogy nem együtt fogunk állni a parton, nem ő dirigál, nem én segítek neki, hanem ez így megváltozik. De hát ugye az élet nem áll meg, tovább kell menni, neki is, nekem is, neki is új kihívások, nekem is új kihívások. És azt gondolom, hogy amit lehetett, azt megtettünk együtt. Játékosként 3 magyar bajnoki cím, ugyanennyi magyar kupa siker, bajnokok ligája győzelem. Ne feledjük, olimpiai bajnok is Szolnok játékosként lett. Én mindig szolnoki leszek, mert a útlevel szerint az vagyok, ugye? Úgyhogy mindig soha nem fogok itt hagyni a Szolnokot teljesen, mert mondom is az Olinak, meg a Mestinek, meg mindenkinek, én akárhova megyek, segíteni fogok a klubot, ha tudok, hogy is mondjam, biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lesz, most épp még nem tudom, hogy merre tovább, de nehéz lesz, főleg azért, mert itt az életstílus, meg az, hogy tényleg az annyira már természetes lett az, hogy Zsile, már mint én szolnokom vagyok, meg a családom, hogy valami hihetetlen dolog. Attól, hogy most elmegyek,
megint azt mondom, hogy attól meg kisüt a nap holnap, attól meg itt lesznek edzések, itt nagyon jó csapat lesz jövőre is, meg két év múlva is, attól meg visszajövök én Szolnokra. Edzőként magyar bajnoki cím és Eurókupa győzelem. Ennél többet nagyon kevesen tettek a szolnoki vízilabdázásért.